A keresztény hit szabad megélésének lehetősége versenyelőnyt jelent. Erről Novák Katalin államfő beszélt az országos óvodaprogramot lezáró istentiszteleten Kunszent Miklóson. A köztársasági elnök azt is mondta, hálás azért, hogy egyre több olyan szülő van, akinek a gyereke keresztény értékek birtokában lép ki a nagybetűs életbe. A református óvodaprogramot a kormány 35 milliárd forinttal támogatta. Csak egy kis képzelőerő kell hozzá, és már is kész a világ legfinomabb kávéja. Ebben a mindennel felszerelt gyerekkonyhában ilyen italokat készíthetnek a kicsik nap mint nap, amióta tavaly ősszel átadták a Bács-Kiskunvár megyei Kunszent Miklós református óvodáját. 3000 új óvodai férőhely, most már több mint 10000 református gyermek jár, vagy református óvodába járó gyermek van. A Magyar Református Egyház 2018-ban indított óvodaprogramot. Balogh Zoltán református püspök a záró ünnepségen úgy fogalmazott, a hit nem csak személyes életünk, de közösségünk és nemzetünk megtartó ereje is. Éppen ezért felelősség és kiváltság, hogy ezt adhatjuk át a gyermekeknek. Ebben, mint mondta, kiemelt szerepe van a református óvodáknak. 40%-kal emelkedett tehát a férőhelyek száma, és több mint 400 új munkahely jött létre, és valóban 24 település van, ahol eddig nem voltunk jelen. Ez azt jelenti, hogy itt most már ott az evangélium találkozásoknak a lehetősége. A református óvodaprogramot a kormány 35 milliárd forinttal támogatta, de ezen túl országszerte még további 140 egyházi óvoda fejlesztése valósul meg. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az óvodákban a nemzet és az ország jövője bontakozik ki napról napra. Annak a munkának, amelyet az országos óvodaprogramban és a hozzájuk kapcsolódó építkezéseknél elvégeztek, ez a rendkívüli tétje és felbecsülhetetlen értéke. Ahhoz, hogy az ország előre juthasson, mindenhol jó óvodákra és jó iskolákra van szükség. A református óvodaprogram lezárását istentisztelettel ünnepelték Kunszent Miklóson, amelyen Novák Katalin köztársasági elnök is részt vett. Az államfő kiemelte, Magyarországon egyre több gyermek léphet ki keresztény hittel felvértezve, ez pedig versenyelőnyt jelent. Meggyőződésem, hogy önmagában a megélt keresztény hit versenyelőnyt jelent. De hogyha hozzávesszük azt, hogy a keresztény gyökereikből erőszakkal megfosztott széteső közösségeket látjuk magunk körül, szerte a világban, hogyha látjuk az értékeket hiába kereső, elbizonytalanodott tömegeket, vagy a toleranciának kikiáltott önfeladást, akkor mindannyian bátran mondhatjuk, a keresztény hit szabad megélésének lehetősége versenyelőnyt jelent a mai világban. A köztársasági elnök emlékeztetett rá, hogy a református óvodaprogramnak köszönhetően 24 magyarországi településen most először tudják helyben református óvodába íratni gyermekeiket a szülők. Nagyon jó. Ez is jó. Akkor ki akar? Ez hasonló. Novák Katalin az ünnepség után megtekintette a Kunszent Miklósi óvodát, és közösen játszott is a gyermekekkel.